Kicsit elfáradtam. Igen, ez újra itt a műhely. Tiszta kosz a kezem. Most dobtam ki egy gépet, ami egy kalandos gép volt, mert azt már egyszer majdnem kiosztottam. Kivittem egy családnak. Összeállítottuk, monitor, egér, felüttük. És nem indult el. Egyetlen szerencsém volt, ami egy hatalmas szerencse, hogy tiszta kosz vagyok. Hogy az én Tibi barátom segített nekem, és kocsival mentünk vidékre, és amikor leértünk, ugye több számítógépet vittünk, nem csak ezt az egyet, és egyből ott volt a csomagtartó egy másik, hogy kivettem a másikat, azt kiosztottam, az hibátlanul működik, megkérdeztem, azóta is jó, és mivel garancia van a gépre, így az első beindításkor azért működjön, jó? Tehát tényleg nagyon túlzó elvárás, de mivel örök élet garanciát adok a számítógépekre, legalább induljon el, nem? Na mindegy, visszahoztuk, és már itt a műhelyben se indult el, úgyhogy a csávó feladta a harcot, az már többet nem dolgozik. Úgyhogy most dobtam ki, az elemet kibírtam venni belőle, az itt van. Itt van, itt az elem, ez még jó volt benne, összes többi. Hát meg a proci, de hát abban annyi van, mint abban már. Nem, ráadásul egy kis celerom vacak, úgyhogy ment a levesbe. Jó sok mindent kidobtam belőle. A többiek azt mondták, hogy ez azért van, mert ahogy mentünk odafelé rázkodott, és jó, elképzelhető, hogy valami eltörhetett benne valami apró vezeték, alaplap, akárhol mindegy, és most soha többet nem indult el. És ezt így nyers veszteségnek föl lehet fogni, akárminek, teljesen mindegy. Gyűjtöttem egy csomó szemetet, meg kaptunk pár ilyen, hát mondjuk egy kevésbé működő dolgot, mert azt mondták, itt van használt föl, de hát abból egy sem működött, úgyhogy ezeket kidobáltuk. Igen, jól gondoljátok, a négy betűs gyártó, ami A, S, meg a másik két betű, mindegy. Tehát négy betűből áll, egy sem működött belőle, és hát azokat is ki kellett dobálni. Itt vannak ilyen névtelen hálózati panelek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van neki egy ilyen antennája, és akkor fölmegy a wifi-re, már tudod a jelszót, ugye? Vagy le van védve a jelszóval, mindegy, belemenjünk bele. Hát ezekkel is próbálkoztunk. És itt sikerült összeállítani a gépet olyan alkatrészekből, amik hát mondjuk így sokan lemondanának már róla, mert olyan nagyon-nagyon régi. A szakmai kollégáknak mondom, akik, hogy is mondjam, csak szakmai gyakorlattal is valamennyit rendelkeznek, hogy hátsó vágású AGP-s alaplapról beszélünk, amiben van DDR2 is, meg DDR1 is. És bármilyen DDR1-et teszek bele, seképp sem, tehát nem csinál semmit. És mivel most nekem van elég sok DDR2-m, beleraktam a DDR2-ből 2 darab 1 gigásat, tehát összesen most van benne 2 giga RAM, és jé, működik. Ezeket a kombó alaplapokat nagyon nem szeretem, mert bele lehet, vannak a kombó alaplapok, beletenni az AGP-t, beletenni az Express kártyát is, és mind a két sím benne van. És akkor vagy ezt használod ugyanis, vagy azt. Ennél sincs ez másképpen, csak ugye a memóriával, tehát most vagy az egyeset használod, vagy a ketteset, ugye egyszerre nem lehet mind a kettőt a sebességkülönbségek miatt, ezt nem nagyon firtassuk, úgyis értitek. És az egyessel mindegy, hogy melyik ellenőrzött memóriát rakom, mert nem indul. De se sípje, se semmi. Bekapcsolod, elindul a ventilátor, kész. És reszeten áll az alaplap szerintem. Amikor beteszem a kettes memóriát, egyből magához tér, és megy, és indul, betok menni a BIOS-ba, beállítani bárit, és most az előbb végeztem a tesztel, és ugye van benne egy hátsóvágású NVIDIA, ez egy MX4000-es, tehát MX400-asnak egy
picivel javított változata, hátsó vágású engedély, és nem egy rakéta, de tényleg heads up, teljesen jól működik, és így már kiosztható állapotba került. Annyi hátrányom ugyan van, hogy a teszt vinyó az nem egy kész vinyó, ez azt jelenti, hogy nekem külön még föl kell telepíteni még egy 32-es rendszer, ezt be kell majd tennem, és akkor ki lehet vinni, ki lehet osztani. Ő itt a negyedik gép, mindjárt meg fogom mutatni, hogy mire gondolok. Azt akartam megnézni, hogy... remélem nem hallottál, hogy ez a hátam volt. Azt akartam megnézni, mi az, ami még innen hiányzik, mert... ne hagyjak ki belőle semmit. Van rajta egy déli híd, ami nincsen hűtő. És gondolkoztam rajta, hogy tegyek a déli hídra a hűtőt, vagy ne tegyek. Gyárilag rajta van a két luk, de most kipróbáltam a játékokkal egy kicsit, és csak úgy langyos. Tehát nem az a nagyon-nagyon forró, hogy égeti a kezem, mert akkor egyből hűtőt kéne rátennem. Szerintem elviselünk. Mindjárt megmutatom, hogy hogy állunk. Jó? Szörnyű. Na szóval őróla van szó. Ez egy P5V, OC, 0C, DC, nem tudjuk, MX. A gyártója elvileg a négy betűs, de marhára nem látom a logót. Ja, ott van alul. Ott van egy négy betűs logunk, igen. És van benne egy... most nézzétek el fejjel lefelé, jó? Tehát MX4000-es, 46G jelű, 64-es memóriával szerelt hátsó vágású LGP, természetesen ezt nagyon tisztán látjátok. Nincs benne első vágás, és hát egyszerűen csak működik, tehát túlzott elvárás nincs. Na most ez az alaplap képes arra, amit az előbb meséltem, hogy itt tudja az, itt tudja az egyeset, itt tudja a ketteset, és ugye egyszerre a kettőt nem lehet használni, tehát vagy az A, vagy a B megoldást kell használni, és most ebben az egy esetben valamiért örülök neki, hogy most kombó alaplapról beszélünk, mert így meg tudtam menteni az alaplapot azzal a módszerrel, hogy a kettes memóriákat használom. Na, ezt mindjárt gyorsan összerakom, mint oldallap, ugyanaz itt van alul. És utána mindjárt megyünk tovább, jó? Addig üljetek vissza ide szépen a helyetekre. Álljálat a sötét oldal. Aki nem állált a sötét oldal, az nem lesz sötét, világos? Ez egy Star Wars-os fórumon olvastam. Nem beteg dolog. Nem érdemes vele esetre foglalkozni. Kicsit így elvigyorgok így magamban, mint a félőrültek, ez jó. Mindjárt meg fogjátok látni, hogy most éppen ahogy a műhely kinéz, ahogy a műhely raktárkészlete mutatja, ezért nem állok túl jól. Annyi előnyöm van, hogy most azoknak nézem, akik valamennyire érdeklődnek az iránt, hogy hogy van a gépek kiosztása, hova kerülnek a gépek. Néha nézik ezeket az egyperces videóimat, jó, tudom, nem sok, kapok a fejemre éppen eleget, még csak egy perc, miért nem mutatott körbe, hogy hol szalad a patkány, meg ilyen. Nem arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire szegény valaki, hanem hogy ahova kerül a számítógép, annak jó helye lesz-e. Tehát nem az lesz, hogy már 20 perc múlva el van adva, és akkor vesz belőle két sört, hanem igenis, hogy azt majd a gyerekek, illetve hát elég sok esetben mostanában még a felnőttek is van hova leüljenek pihenni. Úgyhogy nem az igazi, jó? Na, megmutatom, így nézek ki. Nem tudom, mennyire látszik, eléggé csúnya a helyzet. Hóló is, hogy néz ki, mindig. Na, én hazamegyek, majd bemosom a gépbe. Na, szóval itt van négy. Ez a szerszám, ezt mindjárt visszapakolom. Ezeket azért pakolom most vissza, hogy valami rendet teremtsek itt. És már megvan a rend, meg tudom mutatni, hogy nagyjából hogyan állunk. Igen, már csavarokat nem összekeverni, filztollakat nem a késhez, csavarhúzót nem az üdítőhöz, van üdítő. De azért nekem is van ám eszem, nem? Két darab félig megivott, egyel szerintem.
Na. Tessék. Szellőzés blokkoló rendszerek. Szemét. Skuka. Ha nincsen szellőzés a számítógép hátuljában, az összes port be fogja gyűjteni. Ezeket azért szoktam megfordítani, hogy lássuk, hogy melyikben mi van, és ez a sarok az üres gépek sarka. Tehát ebben semmi nincs, ezek csak üres házak. Azért van megfordítva, így jobban látni, hogy üres, mert itt több a luk. Ennyi. Jó? Ez hullik szét. Na baj, majd össze lesz csavarva, nem az a lényeg. Ezek az üresek. Itt van három monitor, ott van négy gép. Hát, kifogytam. Jó? Most volt négy darab gépnek, vagy három-négy gépnek az osztása, és kifogytam. Nincs több. Nincs. Ez billentyűzet. Igen, arra jól látjátok. És úgy van, hogy ilyen vetésforgóban, most a tártó már nincs, mert teljesen elfogyott. Ide fölülre beteszem azt, amit valaki fölajánl. Mindig leveszek egyet, ide teszem, és éppen azzal dolgozom. Amikor kiderül, hogy jó, mint például ez, az kap egy pipát. Nem, ez nem adidaszos pipa, jó? Hú, ezt nem biztos, hogy értettétek. Na mindegy, szóval ez jó, oké? Okay? Ebben az esetben kap egy... még itt a típus leírás is. ABC, HT, KFT, Vác, Szüret utca, ennyi. Na, egy gyönyörű, szép nagy, elmondjuk itt a V alaknak, jó, kap egy szép V alakot, és ebben az esetben ez a srác már is mehet rá az egyik gépre, ezekre itt. Ja? És ismét ott tartunk, hogy ez már egy ellenőrzött készülék. Ez azonban nem megy ki, ez nem lesz kiosztva ez a billentyű, mert ezen szuper gombok vannak itt fölül. A bekapcsoló, hát ez egy holddal van jelölve, ez a szüneteltetés, egy e-mail gomb, egy kis levelecske van mellette, meg a szuper gomb maga. Nagyon régi DTK-s billentyűzetről beszélünk, azonban ez képes arra, hogy a szuper gomb miatt leemulálja a hangerőszabályzást, a fényerőszabályzást és majdnem mindent, amely laptop billentyűjé rajta van, tehát FM gomb set is van rajta. Egy rászoruló család ennek olyan sok aztán nem veszi, de nekem például itt marha jól jön, amikor tesztelünk. Tehát, mindjárt megmutatom, mennyire gatya a készlet, jó? Kész van. Kaptunk HDMI kábelt, azt most sem mutattam. Itt van. Jó, össze van tekerve, nem ezt kell nézni, jó? Hanem azt kell nézni, hogy kaptunk HDMI kábelt. A HDMI kábelt onnan ismerjük meg, hogy a modernebb TV-be, illetve modernebb számítógépekbe már van ilyen kimenet, és így egyből ugye beledugni a tévére, és a képet is, és a hangot is átviszi ez a kábel. Nem kell brékelni a kevésbé modern, mondjuk így VGA kábellel, mert ez meg csak a képet viszi át, és az, hogy a hangot is átvigye, az egy másik kábelt mellé... Nem, jó? Nem. Ezért kitalálta, ez a nagyon sok okos, hogy legyen HDMI kábel, és akkor ezzel át lehet kötni képet, hangot egyszerre. Szóval ezt megkaptuk, csak marha jó, az a bajom, hogy nincs olyan videokártya. Ja, nem tudjátok mi az. Rögtön ez egy gyors talpaló, jó? Tessék! Kicsit béna, de az oktatási célnak megfelel. Tehát ez egy panel, jó? Ezt mindjárt félreteszem, mindjárt megmutatom, mi a helyzet. Ez egy panel. Ezt a panelt bele kell tenni a számítógép sínjébe. Régebben úgy hívták ezeket, hogy busz, tehát azt a BKV vásárolja elég csúnya nagy korrupció keretében. Ebben most nem menjünk bele. Ez a bemenet, ide kell bedugni, persze tudom kimenet, úgy van, hogy ezt a panelt beteszed a számítógépbe, és ez a panel készíti el a képet a monitornak. Tehát ez a monitor bemenete. Jó? Lehet, hogy rosszul fogalmaztam,
így mutatom, tehát ez a monitornak a kábele, és amikor ez a panel bele van téve a számítógépbe, ő csinálja meg a képet a számítógépnek. Ez egy alapvető, eléggé régi, elég csúnyán elavult monitorvezérlőkártya. Jó? Így már értitek nyilván. Ezt videókártyának hívják, mert a videót csinálja. Ne? Nem a VHS-nek kötözködjetek. Ezt bedugom. Jó? Most képzeljétek, hogy be van dugva, jó? Tehát úgy van, hogy ez most benne van a számítógép sínjébe. Jó? Itt fölül van egy luk neki. Nem olyan, mint a barátnőd. Ezt lehet ott csavarozni. Ez olyan luk. Tehát benne van a számítógépbe, itt a sín, jó? És megy ki a jel, és megjelenik a kép a monitoron. Na, ezt már nem tudom tovább magyarázni. Tehát, próbáljátok követni. Tehát ebből a videókártyából, ami egy számítógép bővítő panel, sokféle van, jó? Van régi, van közepes. Jó, hát ez sokkal nagyobb, ugye? Ez kisebb, mint ez, na? Nagy poén, nem? De nem a méret a lényeg, ugye, csajok? A teljesítmény a lényeg, és az általában mérettel szokott jönni, tehát... Na jó, kapufa. Szóval akkor mutatok egy másikat, jó? Csak kicsit félre kell vonulnom, mert úgy rá van pakolva a borzasztó. Alig bírom megfogni. Na, itt a másik. Jó, így már értitek? Ez egy 76, 76, 76, 70, akármi. Jó, azzal kezdődik, hogy AMD szünet, HD 670-760, akármi. Ez meg egy nagyon régi panel. Mind a kettőnek ugyanaz a feladata, jó? Van egy sín, ennek más sínje van, mint a másik sínnek, meg a MAV-nak meg a harmadik típusú sínje van, jó? Ez direkt más sín, hogy ne lehessen a régit bedugni az új gépbe, az újat ne lehessen betenni a régi gépbe. Jó? Ilyen videokártyákat is csinálhatnának még vagy 50 évig, de nem akarnak, mert akkor nem termeled a pénzt a kapitalizmusnak, és nem lesz működőképes a tervezett elavulás. Ezeket az alapvető dolgokat nézzétek meg. Tehát régi panel, még ventilátor sincs rajta, ezek meg van vagy három. Jó? Most ne azt nézzétek, az egyik kék, a másik piros, jó? A csajok, ti is azt nézzétek, az egyik fehér, a másik néger. Jó? Tehát, ezt ugye visszapakolom, csak próbálom itt azért valamennyire a rendet megőrizni. Na, ott tartottunk, hogy nagyon sok panelből kevés van. Vannak olyan panelek, amiből még azt nem tényleg semmi. Kezdjük a listát, jó? Illetve hát a... ahogy nézek ki. Tehát kezdjük a leltár folytatását, de szép mondat. Ez itt négy darab kompúter, egyik lassabb, mint a másik. Annyi előnyük mégis van, hogy bekapcsolod, azt működik. Érdekes, mi? Most próbáltam ki mind a hármat, a négyből. Már űr rajta a por, nagyon jó. Na szóval, nem tudom, itt láttok billentyűtegeret? Itt tegeret láttok, tehát egy csomó nincs meg, hiányzik. Ez meg utolsó darab. Na szóval, amiből alapvető hiány van, billentyűegér. Itt fölül van USB-sem, ezzel tudom pótolni. Megmondom őszintén, én nagyon utálom az USB-s billentyűt, mert foglal egy USB-t. Jó, ezt ide rakjuk, és mindjárt, csak így egy kézzel kicsit talán nehezebb. Jó, akkor mind a négyhez van billentyű. Lássuk az egereket. Na várja. Fütyre elő szoktak jönni. Há? Nincs. Na, akkor szólj. Nem baj, van hozzá átalakító kábelem, amit pláne utálok, hogy valaki megveszi a PS2-es billentyűtegeret, fölhajtja, mert ezt elég nehéz megtalálni, azt a végén bedugja egy darab USB-ben. Ennek mi a hátránya? Hát azt jelenti, hogy az egy Y. Az azt jelenti, hogy vagy írsz valamit a billentyűn, vagy egerezel. Természetesen egyszer a kettő nem működik, úgyhogy... Kapott egy kérdőjeletes rác, hogy a francnak van az egyáltalán nálam. Ja, meg ilyet tud. Ilyet, hogy közben az forog. Érdekes. Majd meglátjuk, jó? Meglátjuk. Van itt kettő darab... Hát, minek hívjam? Nevezzük konzolnak, jó? Természetesen USB-s, nem volt kipróbálva.
normálisnak tűnik, kulturáltan működik, nem zajos, nem recseg, egyik minőségibb, mint a másik, se mindegy. Mindegy, az a lényeg, hogy működik, jó? Az a lényeg, hogy működik. Megpróbálom így előkeríteni nektek, hogy hívják ezt a szemetet. Xbox 360. Miért nem 370? Na jó, az pacak poém volt. Na ott tartottunk, hogy ami nekem nincsen, azt nagyjából vágjátok. Ez a vendégszék. Na, van három darab monitorom. A három darab monitorból ez a kettő nagy, ez működik. Ez is működne, ha lenne hozzá VGA kábel, mert nincs. Ez a VGA dugó, ugye nagyon jól tudjátok. Ez a kék színű, háromsoros, ez a sima, régi analóg kábel, megint megmutatom. Tessék, ez itt a VGA kábel. Na ez az, ami kábelből kellene még egy, annak a monitornak. A helyzet tehát a következő. Van négy komputer, mondjuk egér az egyiknél nincsen, másik. Egér se sok van. Van kettő monitor, plusz egy olyan, amihez nincsen VGA kábel. És van 7 darab számítógép ház, ami full üres, tehát semmi nincs benne. De hát, ugye ezt tudjátok, ebben a sarokban még a patkány is alakik, tehát itt semmi nincs, jó? Semmi. Na, azonban van egy ilyen alaplapunk, amit az egyik anyuka megkért, hogy ha lehet, próbálja már beüzemelni, nagyon híres deszkáról van szó, egy 970-esről van szó. A 970-esről azt érdemes tudni, hogy egy AM3 pluszos, az AMD-nek majdnem a legnagyobb rakétája megy bele, a DDR3-mal természetesen. Ha ez ideális helyzet volna, akkor ezzel a GTA 5 is fullon menne, ez egy példa természetesen. Nagyon erős alaplap, rengeteg mindent bele lehetne tenni, de nincs bele procím. És ahogy elnézem, hát mondjuk így a karbantartás nem rendes bajnokával van dolgunk. Egy szekrény alatt, egy fiók mélyeszerű helyen rejtőzött. Elég sok kosz dzsuva felgyülem lett ezen a helyen. Mindegy, elvileg működik, gondolom, valahogy ki kéne próbálni. Akinek van AM3-as egymagos atlonja, mit tudom én, valami vacak. Na, az most segítene. Itt a másik szenvedélyünk, ami igen jól látjátok, egy Pentium 2, egy hozzávaló táppal, ami ehhez való, jó, az már ide van készítve neki, belerakott Sonblaster AV3264, nem tudom mal, ezt most így nem fogom látni, azt hiszem 32-es, mindegy. Van benne plusz USB csatoló, van benne egy TNT 2 ijesztésnek, van benne egy S3 Trio AGP, van benne egy nevetségesnek nem mondható, hát inkább a tréfához közelítő nagyon régi 16-os talán, igen, 16-os nem, ezt bele se rakom, mert megsértődik. És ehhez a szethez nekem van még itt valamim. Nem, azt rosszul látjátok, az nincs is itt. Ez a valami. Amit itt láttok, ez egy 3D FX-es. Talán így el tudjátok olvasni. Amatőr banda. És van egy ilyen semiconductor pro chipünk. Régebben a videokártyák így néztek ki, jó? Hogy volt egy alsaja, meg egy felseje. Jó? Ezt azért mondom így, mert a videó gyorsító és maga a videokártya nem ugyanaz a chip volt, jó? Tehát ez a srác is ide fog majd bele repülni, valahogy össze lesz majd hozva, természetesen nem tudom, hogy. Rengeteg minden kell hozzá, régi vinyó, jó táp, meg kellene bele kettő darab, 256-os, illetve 512-es, meg jó sok memória kéne ebben, jó? Az alaplap pontos típusa,
mert ezt is már kérdeztétek tőlem, akkor a 6XB67, mindjárt mutatom, jó? Itt van. Itt az alaplap pontos típusa, 6BX67-es, a korpunk van. Ez egy régi alaplap márka, nem egy rakéta, nem úgy kell elképzelni, de jól működik. Nem biztos, hogy jól van beállítva a CPU switch sor, azt is be kéne állítani, még ezzel lesz munka. Jó, még ezzel lesz munka. Nincs más. Annyi még, hogy ez az, amit itt láttok, ezek a számítógép tápok, tehát áramelosztók, tápkábelek, tehát a 220-as áramot a számítógépbe továbbító kábelek, itt vannak ilyen dizájnosabb tápok is, és így ennyi, jó? Ezek a kábelek az internetre való kábelek, most mutatok itt egy példát, ezek a kábelek arra valók, hogy föl tudjál menni az internetre, RJ45, ez most nektek nem mond semmit, UTP, FTP, mit tudom én, akármi, és így ennyi, jó? Ennyi az egész, úgyhogy... Nem fog megállni ott a telefon, tiszta gáz. Tiszta kosz kezem. Na, úgyhogy a helyzet az, hogy nincsen billentyű, nincsen egér, ugye mind a kettőből a PS2-es a fontos. Van egy csomó üres számítógép házam. Rengeteg memóriám van, nem itt, ott. Rengeteg processzorom van. Borzasztó sok. Itt vannak ezek a videóvezérlő panelek, azt sem tudom jó-e. Nincs hova betennem. Jó, mert ennek a sínje más, mint ami ezekben van. Ki sem tudom próbálni, hogy te ez most működik, vagy nem? Oké, menjünk tovább. Mindjárt visszaállítom itt a rendet. Megmutatom, mennyi processzorom van. Hű, milyen kosz van. Megmutatom, mennyi memória van, jó? Csinálok itt egy ilyen szettet. Abrakadabra, szezám tágulj. Automata, ezt nem mondtam, hogy szezám csukódja. Be van itt automatizálva minden. Na tessék, egyesek. Figyeld. Ja, ez nem egy matek osztályzat, hogy egyesüljél le. Ez az egyes kategóriájú memória. Húha. Megint új szó. Ez a kettes kategóriájú. Figyeljetek! Ez meg a három. Beledobtam valami szemetet. Hogy kell, hogy nem szemét. Na jó. Van egy olyan csavar, ami gumiból van, át tudod húzni a rögzítendő részen, elengeded, és a gumi visszarögzít mindent. Na, hát ez nem biztos, hogy fog tetszeni, illetve nem tudom. Hú, mindjárt összerakom itt egymás mellé, jó, hogy lássátok, hogy mégis mivel fogunk most harcolni. Ezt nem is tudom, hogy kell egyáltalán, nem? Beletegyem, vagy ne tegyem? Nem tudom. Marha sok. Mindjárt meglátjátok, csak csinálok egy kis rendet, jó, mert az átláthatóság az kb. A betonfallal ekvivalens. Milyen szarakat tudok mi? Na jó, szóval nem átlátszó. Nem 444, hanem 222. Na. Oké, itt az egyes. Mindjárt csinálom, várjunk. Az a bajom, hogy most ide raktam, de nem fogod látni. Nem fogod látni, mert egymás hegyén hátán van, mint valami szexi jelenet. Várjál. Ez elég csúnyán néz ki, de így legalább működik, mert látni fogod, amit neked most látni kell majd, mindjárt. Ez percek kérdése, jó? Hadd szedjem össze. Az a jó, hogy nem kell csúnyán beszélnem, mert azt ti megcsináljátok helyettem. Na, szóval, lássuk. Fú. Az egésznek az a lényege,
hogy ez itt mind megvan, és csak egy apróság kell, hogy az összes számítógépben minden meglegyen. Nem értitek, mi? Na, mindjárt megmutatom. Wow. Na jó, nem szórakozom. Tehát, ez a szezámos. CPU. Na jó, azt nem értettétek, ezt úgy hívják, hogy processzor. A processzorból van, jó? Sok, csúnya, szép, kocka alakú, szürke, ez is szürke, jó, csak fejle felé van. Rengeteg, jó? Rengeteg. Ez van. Ez, amit itt láttok, meg kell fordítanom, ez a DDR1-es, tehát az 1-es kategóriájú memóriában ennyi van. Ez mind 512-es és 1 gigás. Jó? Már 256-osokat már úgy kihangáltam, hogy borzasztó. Különben bele se férne be a dobozba. Jó. Van memória. 1-es. Van memória. Na, köszönöm. Ezt vártam. Mit nyílt drogó? Spasziba. Ez oroszul van, azt jelenti, köszönöm. Na. Mindjárt össze. Szedem itt ezt. Nem takjel. Na jó, szóval a mennyiség már problémát okoz. Tehát, ez amit itt láttok, ezt úgy hívják, hogy a kettes memória. Itt a legkisebb az 512-es. Van 1 gigás, 2 gigás, és ennyi kb. Kihúzunk egyet, mondom, egyet, ez süket, egyet. Ez véletlenszerű húzás volt, jó? 1 gigás Samsung, kínai, hát ezt természetesen eddig is tudtuk, köszönjük szépen. Na, úgyhogy rengeteg memória. Ez a hármas, jó, fejlefelé nem tudtuk olvasni, hármas memória, jó? Ezt természetesen külön kéne kezelnem, de most jön a szám. Na szóval, ez a kettes memória. Kettes memória. Egyes, mondjam mennyi. Ez kevésbé nevetséges. Ez egy feles. 3.33-as feles. Tehát 5.12. Fél gigabájt. Az egész bemutatón ennek, hogy miből mennyi van, az a lényege, hogy ebből a rengeteg fölöslegesnek tűnő alkatrészből számítógép varázsolható, ha egy további alkatrész előkerül. Nagyjából. Persze túlzás ez a mondat, hogy elég egy alkatrész, és sics úgy fönn vagyunk az űrben, Marson, stb. Nincsen alaplap. Jó? Mindenem megvan. Csak alaplap nincs. Jó, meg egér, meg billentyű, meg monitor, meg család. De ha küldenétek alaplapot, vagy valahogy ide kerülne egy pár alaplap, azokat a gépeket, amik ott vannak a sarokban, már kész gépekké tudnám varázsolni. Világos? A vinyóról nem esett szó, mint adattár, ugye? Nem tudjátok mi? Ez a vinyó. Ilyen dugó van benne. Ez mondjuk egy régebbi típusú vinyó. Ez van ráírva. Mindegy. Ez az adattár, ezen van a szoftver, az összes program, összes zene, összes videó, még a kecskés videók is. Minden ezen van, jó? Ebből sok van nekem most otthon, de ezt minden otthon tárolom ezeket, mert ha kész van itt egy gép, akkor otthon telepítek rá egy programot, és azt utána elhozom ide. Jó, tudom, hogy kicsit bonyolult, de senki nem csinálja meg helyettem. Se. Úgyhogy itt van egy 64-es, mutatok egy másikat is, jó? Ez is ugyanolyan, jó? Ezt úgy kell elképzelni, hogy van itt három ilyen jelzésem, hogy mind a három feladatot én megcsináltam,
és 64-es rendszer, ami rajta van, az nagyjából ennyi, jó? Nem egy nehéz ügy. Sőt, ha így nézzük, akkor szó szerint könnyű. De most már olyan kozos vagyok, hogy megyek haza. Jó? Ti meg ehelyett a 40 perces idétlenség helyett nézzetek valami kultúráltabbat. Jó? Tehát akkor még egyszer összefoglalva. Van 4 számítógép ugyan, de nincsen mindegyikhez a gér, PS2-es billentyűzet. Van 7 üres számítógép házam. Van rengeteg monitorvezérlőm, jó? Tehát rengeteg, főleg ez az úgynevezett AGP csatolású rengeteg van. Van ebből a PCI-osból is, de hát azt sem tudom, hogy jó, itt az a nagy állatrakéta valami. Rengeteg processzorom, memóriám van, 1-es, 2-es, 3-os, 4-es, 5-ös, 6-os, mit tudom én. Ez mondjuk pont egy üres doboz, mindegy. Rengeteg kiegészítő panelem van, köztük hangkártyák is, olcsóbbak, drágák, stb. Mindegy. Rengeteg DVD olvasom és íróm van, rengeteg hűtőm van. Ezzel nem tudtok lemenni a Balatonra, amikor nagyon meleg van, hogy Farkasnak volt hűtője. Ez nyáron nem jó. Jó? Ez csak arra való, hogy a számítógép hőjét ventilálás segítségével redukálják. Ezt a szót sem ismeritek. Ez arra való, hogy lehűtse azokat az alkatrészeket, amik alapvetően túl forróak a működés következtében. Na, ezt már biztos értitek. Még kislemez meghajtóm is van azoknak az elborult ferdelméjű állatoknak, akik még mindig 1 megabajtos, illetve pontosabban fogalmazva, majdnem másfél megabajtos kicsi lemezeket használnak. Van itt nekem egy ilyen memória kártya kezelő USB dugó... Ja. Hát ezt ti nem tudjátok, de a számítógépen belül így néz ki egy USB csatoló. Bizony. Megmutatom nektek az alaplapon. Hát na itt szúrjátok el az időtöket ezen az idétlen videón, hogy már szebb fogalmazást ne csináljak. Na tehát, drága deszkánk, 970-es állat, kis székre leteszem a fonnya porhüvelyemet. Tehát ez a számítógép alaplapjának mondjuk így bemutató alaplapja, az egy béna mondat volt, tehát erre helyre kerül a processzor, ide kerülnek a memóriákok, ez alatt a hűtő alatt van az északi híd nevezetű chip, ez alatt van a déli híd nevezetű chip, mindegyiknek eltérő feladata van, nézzetek utána. Ebbe kerül a grafikai gyorsító és a videó megjelenítő panel, ebbe kerül a hát minden. Ezt úgy hívják, hogy PCI sín, busz, slot, vagy 100 neve van, és ebbe a PCI-os nevezetű sínbe mindent lehet kapni. Még krumpli álmozót is. Oké, itt alul vannak az apróságok. Hang, kimenet, rendszerhűtő, front USB 3, tehát az első, a számítógép elején, ami kijön, oda egy 3-as sebesség USB-t, 2-es, 1-eset, tehát hogy na, itt vannak a beállító panelek, hogy melyikkel kapcsolom be a számítógépet, melyik a itt kapcsolom be a számítógépet, itt van a vinyónak a lámpája, itt kell resetet nyomni, itt ott a sípolót betenni. Van egy ilyen sípoló, amit bele lehet dugni, mindegy. Szóval így néz ki egy USB a számítógépen belül. Jó, most így 3D-ben megmutatom. Jó? Ez 2 sor USB, és az azt jelenti, hogy 2 sor, 2 egymástól teljesen független USB bemenet. Jó? Így néz ki a ventilátor. Tudom, nagyon koszos a körmöm, a kezem, hagyjatok békén a hülyeséggel. Akkor ezzel mutatom. Na, tessék. Ez egy mutató pálca lesz most. Na. Ide megy a ventilátorja, ami a processzort hűti. Jó, ide van írva, hogy power fan. Ide megy a rengeteg pontosan elosztott elektromosság, ami a tápból jön. Jó? Ide jön a processzor saját kajája. Ide jön a rántott hús, ide jön a krumpli, ide jön a... Itt. Hagyjatok békén, ide jön a procinak az áramja. Na, ez meg valamilyen üres. Ide kell a befőttes üveget tenni. Nem.
ide jön az elem. Az az elem jön ide, az ötödik elem. Na, bálja. Itt van. Nesztek elemet nektek. Nesztek. Kész. Benne van. Jó, persze, marhára nincs benne. Ez egy 25-25-ös, nem, 20-32-es elem. Mindjárt meg is mutatom. Így jobban látjátok, ez egy 20-32-es nevezetű méretű elem. Ezt bele lehet tenni, csak benne van. Na, ez az elem csinálja azt, hogy nem felejti el a számítógép, hogy hány óra van, és mikor, ki az ellenség, és ki a barátja, stb. Na, az a lényeg, hogy... És nem bírom kívánni. Elővesz a golf barátunkat. Ó, mindjárt kijön, az nem a golf. Egy kézzel nem hiszitek el, milyen nehéz. Tehát, elem. Ez a megbékélés eleme. Azért félretesszük, hogy ne legyen megbékélés. Na, közel-keleti béke eleme. Na, az a lényeg, hogy a számítógép alaplapja minden egyes számítógépben ugyanazon szabvány alapján épül föl. Ilyen marha egyszerű. Ja? Ott a CPU van. Akkor rosszul mutattam. Én kérek elnézést. Nem ide kell dugni a processzor hűtőjét, hanem ide. CPU hűtő. Power hűtő. Ugye világos? Na, úgyhogy ezt is marra jól megbeszéltük. Na jó, nem dobom el. Természetesen ez még nagyon nagy remények elé néz, abban az esetben, hogyha bebírom kapcsolni és működik. Na! Mindenkinek jó éjszakát, jó napot, jó reggelt, mit tudom én, küldjetek anyagot, jó? Nincsen alaplapom, amit ezekbe bele tudok tenni. Nincsen családom, ahova ezt ki tudom vinni. Jó? Nincsen monitorom, csak ez a két vacak, ehhez a feketéhez meg nincsen kábel. Jó? Ezt a billentyűt meg valaki dugja föl a polcra. Nem ezt a szót kerestem, most ez is jó lesz. Jó? Nincsenek billentyűk, nincsenek egerek, ez meg USB-s. Ezt inkább így kifordítom, hogy lehessen látni, hogy ez nem biztos, hogy jó lesz. Viszont van spinner. Aha. Nézzétek, sokat, azt elaludtok.